Folytassuk kalandozásunkat a vérútján. Utunk most a kivizsgáló laboratóriumba vezet. A véradók és a vért kapó betegek biztonsága érdekében minden véradás alkalmával elvégezzük a levett vér kivizsgálását. Meghatározzuk a vércsoportot, valamint különböző fertőző vírusok, baktériumok jelenlétét is vizsgáljuk. Csak a megfelelő eredménnyel rendelkező készítmények kerülhetnek felhasználásra. A vércsoport vizsgálat során elsődlegesen az AB0 és az RHD vércsoport kerül meghatározásra. Speciális esetekben további vércsoportok is meghatározásra kerülnek. A vércsoport vizsgálata mellett különböző jogszabályban előírt vírusok, baktériumok jelenlétét is vizsgáljuk. Ezek a következők: hepatitis B, hepatitis C, a HIV és a szifilisz. Amennyiben a kivizsgálás során a vércsoport tulajdonságok egyértelműen meghatározhatók és a fertőzésekre vonatkozó vizsgálatok is negatív eredménnyel zárulnak, akkor a végső szakmai jóváhagyást követően a vérkészítmények kiadhatók az egészségügyi intézményeknek, felhasználhatók a rászoruló betegek kezelése során. Ezzel a Véradó kisokos videósorozatunkban a vér útját áttekintettük. Legközelebb innen folytatjuk.